Ismét családi napot szervezett a Szekszárdi Rotary Klub Kölesden. A programot, amelyet korábban Szedresben tartottak, már ötödik alkalommal rendezték meg. Idén külföldről, Erdélyből és Szerbiából, emellett a környező településekről érkeztek vendégek. A Rotary Klub most már több éve családi napot szervez minden évben ilyen tájba, és ez a kölesdi helyszín nagyon alkalmas erre a rendezvényre, mert ez a régi megyeháza egy zárt térrel, ha kamera látja, akkor alkalmas arra, hogy ha rossz idő van, akkor is van helyünk, mert a színházterem több helyen el tudunk helyezkedni, bemenni, illetve ez az udvar nagyon kellemes környezetet ad erre a családi rendezvényre, ahova sok gyereket várunk, most is lesz vagy 30-40 gyerek, és hát természetesen a tagok, illetve a különböző Rotary barátaink, akár külföldről is, mert jöttek Erdélyből is, Zentáról is, vannak Jászberényből is, és hát a régióban lévő Rotary klubok szintén itt vannak, tehát vannak Kaposvárról, Bajáról, Pécsről, Kozármisléről, úgyhogy szép számmal összejövünk, reméljük. A felnőtteknek többek között halászléfőző versennyel készültek. A gyerekeket palacsintával és különböző programokkal, például kézműves foglalkozással várták. Nap folyamán kézműves foglalkozások lesznek, illetve inkább bemutatók, ami fedett helyen van most, benn ilyen gyöngyfűzéssel, meg rajzolással, meg különböző kézműves foglalkozásokkal. Gyerekeknek próbálunk ilyen dárcot, meg ilyen sportos labdajátékokat szervezni. Sétakocsikázásra lesz lehetőség, motorozásra, van rotaris barátaink, akik motorral jöttek, és itt a gyerekeket viszik motorozni. Délután lesz művészeti bemutató, tehát itt lesznek egy néptáncsoport, a zombai néptáncsoport, aki tart egy bemutatót, illetve hát a tücskök is megjönnek, már rendszeresen föllépnek a Rotaryba, ők is tartanak egy kis bemutatót. Nagyjából lesz 4-5 óra körül vége lesz ennek a rendezvénynek. Reméljük az idő kitart, mert a legnagyobb gond az időjárás nálunk. A Szekszárdi Rotary Klub elnöke kiemelte, fontosak számukra az e fajta közösségépítő programok, mivel a Rotary egy olyan nemzetközi szervezet, aminek az elsődleges célja a kapcsolatok ápolása és segíteni a rászorultakon. A Rotaryban jellemzően éves ciklus van. Tehát egy-egy elnök egy évet ölel magába, ez általában nyártól, tehát június 30-tól vagy július 1-től következő év július 1-jéig tart. Így most már a vége fele járok, mert most már nem sok van vissza ebből a ciklusból. Vannak visszatérő rendezvényeink, amit évek óta csinálunk. Ez kezdődik ősszel egy ilyen tésztapartinak nevezett vendéglátós jellegű programmal. Természetesen karácsony tájékán adventi sátorban mindig ott vagyunk, ha Covid el nem viszi, de az idén már voltunk, illetve tavaly voltunk. Illetve szintén ilyen rendezvényünk, a rendszeres rendezvényünk, minden januárban tartjuk általában a bált, vagy egy ilyen Rotary bálnak hívjuk, ahol gyűjtünk szponzorokat, vagy pénzt arra, hogy a támogatást azoknak a gyerekeknek, meg felnőtteknek, akik erre igényt tartanak. Szintén ilyen évek óta tartó rendezvényünk a disznóvágás, Rotary disznóvágás, ahol szintén nagyon jó sikerült, és ez inkább egy ilyen csapatépítő jellegű, tehát jó rendezvények. Hát ez a családi nap, ez szintén egy picit ilyen is, hogy összejöjjünk, és de itt már régió szinten, bár a többi rendezvényen is ott vagyunk, és ezek a főbb rendezvények. A csoport a Tolnai Vármegye székhely életében aktív szerepet tölt be. 2022-ben 2 darab kerékpár szervizpontot helyeztek el a városban, emellett az önkormányzattal közösen fát is ültettek. Ami szintén régóta megy, és szerencsénk van abban, hogy egy belga klubbal kapcsolatban vagyunk, aki nagyon sokat tud segíteni a kórházi
felszerelésekbe, kórházi ágyakba, szekrényekbe, különböző kiegészítő dolgokba. Én is, meg tavaly is hoztunk több kórházi ágyat, éjjeli szekrényeket, amit tulajdonképpen tőlük ingyen kapunk, nekünk csak a úti költséget, fuvart kell megszervezni, ami hát próbálunk, hogy minél olcsóbb legyen, de hát most már azt is megtettük, hogy nem csak a kórház, hanem a szociális otthonokba is vittünk ilyet vittünk Bátaszékre, Tolnára, Szekszárdra is, mert azért ezek a ugyan használt kórházi ágyak, de legtöbb elektromos ágy, és a szociális otthonokban sajnos előfordul, hogy még otthonról hozott heverőkön, diványokon fekszenek az emberek, és egyre több a ápolásra, gondozásra szoruló személy. Fő célunk az, hogy ugye a Rotary egy olyan nemzetközi szervezet, ami elsősorban politikamentes és barátságra épül, és segítségre. Tehát ha csak abból indulok ki, hogy például nemzetközi gyerektábort is szerveztünk, lovastábort, évek óta volt Kölesden, ahol Európában, nem csak Európában, hanem a világon több országból jöttek gyerekek egy hétre, és vannak ilyen csereutas programok. Érdekes kapcsolatok alakulnak ezekből a rendezvényekből, ezekből a programokból. Van, ami hosszú ideig tart, és van, ami nem, de ez a lehetőség szerintem érdemes kihasználni ezt a mai fiataloknak, és örülünk, hogy ebbe is tudunk segíteni.